mai műsorunk tartalmából. Jégen a tatai hódok. Elkezdődött a tavasz a megyei labdarúgó bajnokságban. Tudósulzsák a TAC Kise U14-es és a TAC Vértesomló felnőtt mérkőzésekre. A marzonásár is behódolt, élen a TAC női felnőtt kézilabda csapat. Valamikor azt mondták, hogy a jégkorunk téli sport. Mára már kitolódott a szezon, hiszen nemzetközi szinten szeptembertől májusig tart az idén. Magyarországon 1937 óta rendezik meg a magyar bajnokságot. Jobbára nyitott pályán játszottak, először Székesfehérváron került fedél a pálya felé. Tatán is az öreg tó jege szolgált pályaként, aztán a Kékutiska udvara alakította ki a sátor alatt jégpályát. Ezzel gyakorlatilag biztos volt, hogy lesz jégkorunk csapat is. A tatai hódok néven szerepelnek a régiós bajnokságokban, ahol a 12 évesek Tatán fogadták az ellenfeleket. Az ajkeleni meccsüket néztük meg. Ebben a korosztályban nem számolják az eredményt, de persze azért mindenki számolja a gólokat. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, nagy volt az izgalom a pályán és a nézőtéren is. Nagyon mozgalmas meccs volt. Mennyit kell tudni ilyenkorban a gyerekeknek a jégkorunkból? Hát elsősorban élvezni kell tudni, nagyon jól kell tudni már ebben a korban kocsa, ez egy U12-es csapat, tehát a legidősebb játékos az 12 éves, és amint láthattátok, a fiúk és a lányok ebben a korosztályban együtt vannak, és ez azért nagy boldogságot jelent most a számomra, mert két kislányunk kérte, hogy ma hagyd legyen együtt egy sorban, mert hogy nagyon szeretnek együtt játszani, és kérem szépen, az első két sorunk kevésbé jól muzsikált, és a harmadik sorunk pedig hozta a mérkőzést a két lányjal és egy felnevezett U10-es játékossal, úgyhogy azért csuda egy sport ez, mert amikor nem jól muzsikál az eleje, akkor beáll a harmadik sor és hoz egy mérkőzést. Ugye az is hozzátartozik a játékhoz, hogy itt nagyon sűrűn kell cserélni. Egyrészt mert fáradnak, másrészt meg mindenki játék lehetőséget kap, mert ilyenkor meghatározott időnként kell cserélni? Igen, természetesen. Ebben a korosztályban úgy van, hogy egy percenként dudaszóra cserélni kell. Ez pontosan azért van, hogy minden játékos jégre léphessen, hiszen ebben a korosztályban nagyon szór a tudásszint, és pontosan azért, hogy akik kicsit kezdőbbek, vagy nem annyira ügyesek, vagy valaki nagyon ügyes, akkor ne csak ő lőjön gólt, hanem mindenki szerephez jusson. És valóban ez az egy perc nagyjából, ez az az idő intervallum, amit mondjuk a nagyok is, tehát most az olimpián a jégen töltenek. De ez körülbelül olyan, hogy ilyen 4-5-600 métereket úgy csőgázon le kell tudni futni, úgyhogy erről szól a hoki jégen. Eredményt nem számolnak ilyenkor, ezt már tudom tőled, de ahogy én néztem, mi győztünk. Úgyhogy nagy különbség van tudásban is, és hát fizikálisan is, azért ez sem mindegy ilyen korban. Valóban így van, de ebben a korban a meghatározó az a technikai tudás, ami ugye két fő összetevője van itt a hokiben, az egyik a korcsolyázó tudás, amiben nyilván egy technikai rész, nyilván van egy gyorsasági rész, ami nem elsősorban egy állóképességi történet, hanem tényleg a robbanékony, gyors és jó technikájú korcsolyázás, gyors irányváltások, amik nagyon fontosak. A másik meg ugye az ütőkezelés, hiszen az ütő az gyakorlatilag egy jégkorongozónak a meghosszabbított keze, és hát legalább olyan ügyesen kell vele bánni, mondjuk, mint a köművesnek a köműveskanállal, a fogorvosnak a fúróval, és sorolhatnám. Tehát gyakorlatilag a hokiütő egy műszer, és ez a 12 éves kor az a korosztály, amikor ezeket a képességeket készségszinten nagyon jól el lehet sajátítani, és gyakorlatilag ez az a kor, amikor meg lehet alapozni azt, hogy a későbbiek folyamán tanult hokis legyen valakiből. Milyen rendszerben játszanak a 12 évesek? Ugye ez most egy 4 csapatos torna? Így van, torna rendszerben játszanak. Gyakorlatilag ugye nem számolják hivatalosan az eredményt, tehát itt szövetségi szinten sincsen eredményhirdetés vagy bajnokság. Régiókra vannak osztva, tehát az ország régiókra van osztva, és gyakorlatilag mi a nyugat-magyarországi régióban versenyzünk. Sopron, Mosó, Magyaróvár, Tatabánya, Ajka, ezek a csapatok tartoznak hozzánk, és akkor körmérkőzéses, vagy ilyen körtorna alapon mindenki rendez minden szezonban két tornát, és hát gyakorlatilag inkább barátság alakul ki,
mint vetélkedés, de azért most ezen a meccsen lehetett látni, hogy azért ez egy vetélkedős mérkőzés volt, mert a bírósportás hagyta, de beleálltak a gyerekek. És néha kemény volt. Igen, néha, tehát már a durvaság szintjén kemény volt, de nem baj, ezt is meg kell tanulni, mert ez is a hoki része, nem a durvaság, hanem a keménység, de gyakorlatilag teher alatt nő a pálma, úgyhogy most a miénkre volt téve teher, de meg tudtak felelni. Mi is úgy számoltuk, hogy tatai győzelem született. Az egyik szülő 5-1-et számolt. Ebben jelentős szerepe volt a hazaiak kapusának is. Kapusnak nincs könnyű dolga a hokiba, hiszen rengeteg cucc van rajta. Meséld már, hogy mi van rajtad. Hát ugye van a mamut, a mellvért, a kesztyű, a sisak, a nyakvédő, meg még a nagyon nagy gatya, de nem könnyűek. Te hány kiló vagy? Hát olyan 30 és 40 között. És hány kiló ez a cucc, ami rajtad van? Úgy kb. 25. Hát akkor jó kemény vagy, de nagyon jó vétél, láttam, nagyon biztosan álltál a lábadon. Mi kell ahhoz, hogy ilyen jól tudjál védeni? Sok edzés kell hozzá, meg hát így több év kapuskodáshoz kell ilyen jól. És te mióta vagy kapus? Már úgy 3 éve kezdtem. És inkább szeretsz kapuban lenni, vagy szeretnél kint játszani? Hát attól függ, hogy milyen meccs van. Hogyha nagyon jó meccs van, akkor kapuba, ha meg nincs olyan nagyon jó meccs, akkor meg játékos. Volt 2-3-szor, amikor egyedül vitte rád valaki a korongot, ilyenkor mire kell figyelni? Hát arra, hogy fogjuk a szöget, amikor állunk a kapuban, meg hogy nagyon kijöjjünk, és majd figyeljünk arra, hogy visszajöjjünk a kapuba. Ahogy Horváth Zoltántól hallottuk, a fiúk mellett a lányok is vannak a csapatokban. Ez a tatajaknál is így van. Na, akkor egy gyors bemutatkozás. Lázin Vera. Mocsári Ákos. Sárkány Réka. Na hát, két csaj meg egy srác a hokiba. Lányok, miért választottátok a hokit? Hát nekem igazából a testvérem már előtte is jégkorongozott, mielőtt én kezdtem, és hát én is néztem sokat, és megtetszett. Nekem a nagybátyám hokizó, és így a tévében én is, és így megtetszett, és itt találtunk egymásra. És milyen lányokkal hokizni? Hát jó, és jó a sor, erős, meg jó a gólerősségünk is, meg minden. És nagyon ügyesen játszottatok, mert ez egy kemény ellenfél volt? Hát egyszer már játszottunk ellenük, és igazából ott már fáradtabbak voltunk, de úgy számítottuk, hogy ez nehéz lesz, meg erős bemelegítés kellett, mert gyorsak voltak. A 14 éves korosztályban a nyugati csoport csapatai is Tatán, a jégsátorban találkoztak egymással a soros tornán. Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Tatabánya voltak a tatai hódok ellenfelei. Már mindegyik együttesen játszottak a hódok, és legtöbbször fölényes győzelmet arattak. A legszorosabb eredmény a Tatabánya és a kőszegi Farkasok ellen született, de addig veretlen a tatai gárda. Ezen a napon is 3 mérkőzést játszott minden csapat, a hódok a Kőszeg ellen kezdett. Nagy iramban kezdődött a találkozó, mindkét csapat igyekezett. A vendégeknél 3 lány is pályára lépett, és keményen beleszálltak az ütközésekbe. Nagyon jól védett a Farkasok kapusa, de aztán megtört a jég, megszerezték a vezetést a hódok. A szabályok szerint percenként sor kellett cserélni, de a hazaiaknál ez sem okozott gondot. Fokozatosan nőtt az előny, bár a Kőszegi betaláltak egyszer. A harmadik negyedben sem alkott az iram, jöttek az egy gólok,
Vége 8-1 lett a Tatai Hódok javára. Gratulálok a győzelemhez, egy nagyon jó ellenfél volt, ez dacára annak, hogy ilyen fölényes lett a vége. Igen, Kőszeggel hagyományosan nagy mérkőzéseket játszunk, egyébként jó is a kapcsolat a két egyesület között. Valóban a szezon vége felé vagyunk, és mondhatnám azt is, hogy nem babra megy a játék. Ugye most ez az U14-es csapat volt, akik már nagyon jól hokiznak. Tehát ez a garnitúra, akit most láttunk a jégen, ők azért az ex-OB2-es csapattal le tudnak jönni, és tudnak egy jót edzeni. Úgyhogy valóban, hát 8-1-re nyertünk, ez nagy boldogság, különösen annak tükrében, ahogy ez az U14-es csapatunk most még mindig 100%-kal vezeti a bajnokságot, és még hát most egy picit megint növeltük a gól előnyünket, vagy a gól különbségünket, most eddig ott van 260, akkor most lett 267, úgyhogy ez mindenképpen örvendetes, úgyhogy én köszönöm a srácoknak, hogy szóról-szóra mindent megcsináltak, amit kértem tőlük, nagyon fegyelmezetten, nagyon energikusan hokiztak, és hát meg kell, hogy köszönjem a szülőknek is, hogy rengeteget segítenek abban, hogy a gyerekeik ezt a fantasztikus, de nem túl olcsó sportot üzzék, és hát végső soron, végül nem utoljára, de ezt a Tatai Városkapu ZRT-nek is szeretnék megköszönni, aki viszont az infrastruktúrát, tehát a jeget biztosítja a Tatai Hódok számára. Éppen azon gondolkoztam, amikor néztem az első harmadot, hogy múlt héten itt voltunk a kicsiknél, azért ez már hasonlít a hokihoz. Igen, itt már ezért nagy fiúk, 13-14 éves fiúk, és rettenetesen nagy büszkeséggel tölt el az, hogy többen közülük a hoki miatt más városba fognak menni tovább tanulni, tehát Győrbe és Veszprémbe, és ők ezt komolyan is gondolják, tehát nekik szándékuk van ezzel a sportággal, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hiszen egy Győrbe, egy Veszprémbe, hogyha oda jár középiskolába, és ott lesznek egyetemi csapatok, akkor onnan úgy gondolom, ha nem is lesz belőlük NHL, vagy KHL, vagy OB1-es játékos, egész biztos vagyok, hogy egy egyetemi csapatban minden tatai fiam meg fogja állni a helyét, és minden tatai lányom természetesen. Említetted, hogy fölényesen vezetitek ezt a régiós bajnokságot. Néztem, talán ez a 16. meccsetek, és ebből 7 vagy 8 volt az, amikor 20 fölött is lőttetek. Igen, hát itt azért szor nyilvánvalóan, tehát ebben a regionális bajnokságban 2-3 olyan csapat van, akikkel szoros mérkőzést tudunk játszani. Az egyik ugye ez a Kőszeg volt. Tatabány ellen néztem. Így van, a másik az a Tatabány, ugye ez a Real Barca El Clasico, itt Komárom-Esztergom megyébe egy a Tatabánya. A Hódoknál minden sor jól teljesített, és ahogy hallottuk, ezzel a győzelemmel egyértelművé tették, hogy ők a legjobbak ebben a csoportban. Egy gyors bemutatkozás. Én Varga Hunor vagyok. Erdők Áron. 8-1 lett a vége, de azért volt közben egy-két olyan nagy helyzet a vendégeknek is, amik be is lőhettek volna, és akkor szorosan. Hát akkor nagyon izgultunk mindketten, hát így lett. És milyen volt belülről a meccs? Élvezhető volt, egy kicsit gyorsabbak voltunk, de sokat fejlődött a Kőszeg múltkori meccsek óta. Ráadásul, hogy néztem, legalább 3 lány is játszott, és nagyon bátran belementek az ütközésekbe is. Igen, azok lejátszó lányok, U16-ból. Mennyire nehéz mondjuk lányok ellen játszani, vagy észre lehet-e venni, hogy lányok? A legtöbbnél egyébként nem. Nagyon ügyesek, egy szinten vannak velünk, azt kell, hogy mondjam. Itt meg ugye nem számít, hogy ki lány, ki fiú, tehát a jégkorong egy olyan sport, ahol amelyik korcsoportban még keverve vagyunk, ott úgy játszunk, ahogy kell. Tehát nincs kivételezés a lányokkal. Zoli bácsi mondta, hogy mindent megcsináltatok. Amit kért, mit kért a meccs előtt? Korizzuk le őket, legyünk gyorsabbak náluk, és erősen lőjük a helyzeteket. Hát lőttétek erősen, csak azt is hallottam, hogy néha kiabált, hogy ne föl, hanem lelőjetek a laposon. Hát igen, edzéseken ugye most csak egy kapusunk van a testvérem, és így általában a felső kapupát kell lőnünk, és kicsit már megszoktuk, és kicsit följebb mennek a lövések, mint kellenének. Ugye ma még lesz két meccsetek, ráadásul egymás után mind a kettő, az azért fárasztó lehet. Hát a Tatabánya a fárasztóbb egy kicsit, de a Móvár már reméljük könnyebb lesz. A továbbiakban. Elkezdődött a tavasz a megyei labdarúgásban, tudósítás a TAC Kise U14-es és a TAC Vértes Somló felnőtt mérkőzésekről. A Martonvásár is behódolt, élen a felnőtt kézilabda csapata.
Az utánpótlás korosztálya közül a 14 évesek kezdték meg legkorábban a labdarúgásban a tavaszi szezont. Február 19-én a TASZ a kise együttesét fogadta. A regionális U14-es közép B csoport 16. fordulója volt ez a 16 csapatnak. A tataiak a tabella 12. helyén állnak, ősszel 3 győzelem és egy döntetlen jelentette a 10 pontot. Az ellenfél 18 ponttal többet gyűjtött, és a 6. helyen telelt. Az őszi nyitó fordulóban Budapesten az akkor hazaiak 5-1-re nyertek. 4-0 után született a TASZ szépítő gólja, amit akkor Toplak szerzett. Most a tavaszi első fordulóban jó idő és egész jó pálya fogadta a csapatokat. A sárgában játszó vendégek kezdtek jobban, bár az első igazi helyzet a TASZ előtt adódott. A kise nagy mezőnyfelényben játszott, a hazaiaknak sokszor két jó passz sem jött össze. Fizikailag is a vendégek álltak jobban, ráadásul határozottabbak is voltak. Különösen a széleken gyűlt meg a hazai védelem baja, ott veszélyesek voltak a kise támadásai. Több kimaradt helyzet és néhány jó gelencsér vérés után a 21. percben született az első vendégtalálat. Lukács talált közelről a TASZ kapujába, aztán 4 perc múlva ismételt. Egy védelmi hiba után az első fél idő végén Bódis is gólt lőtt, így a szünetre 3-0-al mentek a csapatok. Az első 40 perc talán a legnagyobb tanulság, hogy sokkal bátrabban, keményebben kell játszani. Igen, megszokták a srácok egymástól, hogy edzésen sokkal több idejük van a dolgok végrehajtására. Sokat beszélünk róla, hogy edzésen is sokkal inkább támadják meg az ellenfeleket, minél határozottabban, minél keményebben, de ez ugye idő. Most megint megtapasztalunk egy sokkal erősebb ellenfelet nálunk, de nekünk ez jó tanulás. Edzőmeccseink voltak már, 2-3 edzőmeccsünk volt, egész pontosan 3, de a nagy pályával igazán most találkozunk először. És a bal szerencse, mondjuk egy nagyon kultúrált, jó ellenfél, ugye ősszel már játszottatok egy-ötöt. Így van, nagyon, de ez általában a bajnokságunkra is jellemző, hogy itt azért nagyon kultúrált, jó játékosok, jó csapatok vannak, tanulják a focit, tudják a focit, ebben kell nekünk felvenni a ritmust, de ezért is neveztünk ebbe a bajnokságba, hogy ez minden inkább megtörténjen. A második fél idő már jobban nézett ki hazai szempontból, hiszen Adler 2-szer is gólt szerzett, mindezt 2 perc alatt. A kise ebben a 40 percben is 3-szor talált a TASZ kapujába, így a vége 2-6 lett. Február 20-án a megyei férfi első osztályi labdarúgó bajnokság tavaszi idénye is elkezdődött. Bár az igazság az, hogy ősszel már 3 mérkőzést lejátszottak a tavaszból. Most a Vértes Somló látogatott Tatára, és a hazaiaknak volt miért visszavágni. Szeptember 5-én idegenben 5-2-re kikaptak. Hazai pályán jó a TASZ mérlege, 6-ból 4-szer nyertek, és 2-szer szenvedtek vereséget. A Somló idegenben 7 meccsből 8 pontot szerzett, 2 győzelem, 2 döntetlen. Jelenleg a TASZ a 4., a vendégek a 9. helyen állnak, 7 pont van a 2 csapat között. Farkas játékvezető sípjelére kezdődött a mérkőzés a megújult center pályán. A TASZ nagy elánnal vetette magát a küzdelembe, ami már a 11. percben góllá érett. Jobb oldalról Zugó adott be szögletet, és Kiprik középen ugrott fel legmagasabbra, fejéről a kapu közepébe került a labda. Nem sokat kellett várni az újabb találatra, ami igen szépre sikerült. Zugó vagy 30 méterről egy pattanás után lőtt, és a labda, mintha zsinóron húzták volna, a meglepett újszászi kapus fölött került a hálóba, 2-0. A tatai letámadás nem ízett a vendégeknek, sokat hibáztak a védők. A 24. percben 3-szor zörült meg a somlói háló. Zuggó előreívelésére Mártonfi csapott rá, fejjel elvitte a védő mellett a labdát, majd 16 méterről kilőtte a jobb sarkot. A félidő közepétől jobbára mezőnyben folyt a játék, de tatai mezőny fölénnyel. Aztán a 35 és 39. perc között Mészáros 3-szor is betalált. Először egy sakmat helyzet végén Kifrik volt önzetlen, és Domának már nem volt nehéz dolga. Aztán széles passzolt középre és a jobb sarokba lőtt, majd egy védekezési hiba után Mártonfi szerzett labdát, középre adott, és a tatai 16-os közelről lőtte a mesterhármas jelentő gólt, 39 perc után 6-0. Nem adták fel a vendégek, és a 40. percben ők is betaláltak. Dobbelár 20 méterről lőtt, a labda megpattant Valakovics előtt, és a jobb sarokba került. Zuggó lőtt még egy bombagolt, majd az ellentámadásból
Korlell lőtt elég távolról, Valakovics kezé között került a hálóba, 7-2. Az utolsó 30 percre már talán a kedvük is elment a vendégeknek, miközben a TAC négyszer is betalált. A csereként beállt Bogár Mészáros beadására érkezett jó ütemben és a jobb sarokba lőtt. Mészáros a vendégtér fél közepén nyert fejpárbalt, egyedül vezette tovább a labdát, elhúzta a kifutó kapus mellett, és kissé jobbról gurított a kapu közepébe, 9-2. Nyomasztó fölénybe játszott a TAC, és Zuggó, valamint Mészáros önzetlen passzából Kifrik is eredményes volt, így alakult ki a 11-2-es TAC győzelem. Gratulálok a győzelemhez! Ritkán jut osztályrészű valakinek, hogy 3-4 gólt rúgjon, ráadásul 3-4 perc alatt, ahogy én néztem. Igen, szerencsére kiszolgáltak a többiek, és oda tudtam én is koncentrálni, ami a felkészülésen nem nagyon úgy sikerültek, a helyzet kihasználás, de szerencsére ma minden összejött, és így sikerült minden. Jó szerivel tényleg minden összejött, mert majdnem minden helyzetet berúgtatok. Igen, nagyon odafigyeltünk, ha meg is lett az eredménye, ugye nem is tudom, 11 lett a vége, hát minden elismerésem a csapatnak. Milyen volt belülről a meccs? Jól éreztem magam nagyon a pályán, szerintem mindenki így érzett. Élveztük a focit, és meg is lett az eredménye, ugye ez a nagy győzelemmel. Gondolom győzelemre számítottatok, de ilyenre szerintem a legszebb álmatokba se. Hát megmondom őszintén, én azért tartottam ettől a mestől, mert ugye ott idegenbe kikaptunk, de szerencsére ma minden összejött, és így nyerni tudtunk. Gólpasszok, gólok, ez egy nagyon jó meccs volt neked is, ritkán adódik az, hogy két ekkora gólt szerezzél. Ritkán, igen. Nem igazán úgy sikerült a felkészülés, ahogy én azt szerettem volna. Itt a végén beteg is voltam. Nagyon szerettem volna játszani, és a többiek mindig azt kérik, hogy lőjem el nyugodtan, úgyhogy eldöttem. Gyakorlatilag két hatalmas kapás volt. A második az szerintem a forduló gólja címet is megérdemelni. Köszönöm szépen. Hála Istennek ez győzelemmel párosult, és nekünk az a fontos, nem az, hogy kirúgja a gólt, meg milyen gólt rúg, hanem a 3 pontot meg kell szerezni, dobogó közelben vagyunk, úgyhogy megyünk tovább, és jövő héten is. Gyanítom, nem 11-2-re fogunk nyerni, de győzni szeretnék mindenképpen. Aztán együtt, hogy 11-2 lett, az ellenfél azt kell mondjam, hogy nagyon sportszerű és nagyon becsületesen játszott. Szerintem fel is adták a végére, de tényleg az, hogy nem kezdtek el rugdosódni, meg verekedni, ütögetni, minden tiszteltem az övéké. És ha minden csapat ilyen lenne a megye egybe, akkor lehet előrébb tartanánk. Alaposan visszavágott tehát a TAC az őszi 5-2-es vereségért. Ma minden összejött, de teljesen megérdemelten nyert, ilyen arányban is. Ezzel feljebb léptek a tabella 3. helyére. Ősszel 5-2-es vereség Somlód, itt most 11-2, melyik áll közelebb a valósághoz? Hát azért úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés. Ma igazán jó volt Tatai csapatnak az edzőjének lenni. Nagyon kitettek a fiúk a magukért, szinte mindent megvalósítottunk, amit beszéltünk. Így kell egy bajnokságot kezdeni, egy tavaszi rájátszást, és akkor elérhetjük azt a célt, amit kitűztünk magunk elő, hogy a felsőházba kerüljünk. Azt hiszem, hogy minden edző álma az, hogy ilyen 20-25 percet produkáljon a csapat, amikor nagyon simán lehozta a 3-0-ra. Hát nagyon nehéz mit mondani, mert tényleg ezt a mérkőzést így ebbe a formába végülni, a kispadon vagy végigállni, ahogy én szoktam, nagyon könnyű és nagyon jó érzés. Az, hogy ilyen 20-25 perceket tudunk produkálni, az nyilván egyrészt a felkészülésünknek, az, hogy ezeket gyakoroltuk az edzőmérkőzéseken, és most rendelkezésemre állt a csapat 90%-a, ez nagyon fontos azt gondolom, mert azért a felkészülés során voltak betegségek, iskolai elfoglaltságok, síjelés, sok minden közbeszólt, nem tudtunk ilyen létszámba szinte egy edzőmérkőzésen se odállni, és most azt mondom, hogy tényleg a cserék is, akik beálltak, maximálisan hozzá tudtak tenni. Csapatjáték volt, mert tényleg mindenki jól játszott, azt kell mondjam, de hát ilyenkor kellenek azért az egyéni bravúros megoldások is, ilyen volt például Zugónak a két hatalmas kapás gólja. Hát ilyet ritkán lát az ember, még tévében is, úgyhogy óriási gratulációja Jannak, ő benne van, tehát nagyon jó lövő technikája van, nagyon érzékel, jól lát a pályán, és nem tudunk elmenni a többi játékos mellett se, akik gólt szereztek, úgyhogy mindenki, Mészáros Dominik ebben a góljaival, tehát tényleg most megint megmutatta magát, hogy igenis akár a forduló válogatottjában több játékos ott tud majd lenni szerintem.
Ebben az idényben először rendeznek közös Fejér-Komárom-Esztergom megyei felnőtt női megyei kézilabda bajnokságot. Ebben 12 csapat vesz részt, közülük a TAC, Ács és a Környe alkotja a Komárom-Esztergom megyei kontingest. A Környe egy győzelemmel a 11. az Ács a mezőny közepén áll, míg a Tatai Gárda 2 pont előnnyel áll a táblázat élén. Soros meccsét hazai pályán játszotta a 10. helyezett Martonvásár ellen. Ősszel idegenben is 41-17-re győztek, így most is a TAC számított esélyesnek. Jól is kezdtek a hazaiak, hiszen 4-1-re vezettek, majd egy kisebb hullámvölgy jött, és 8 perc után 4-4 lett. Innen jött egy 5-1-es sorozat, majd újabb hazai gólok, és a 19. percben már 11-5 volt ide. 2-3 tatai találatra érkezett a válasz, így nem csoda, 30 perc után 2-szer annyi TAC gól született, mint Martonvásári, 20-10-zel mentek pihenni a csapatok. A szünet után 7 perc alatt 3-3 gól esett, aztán beindultak a hazaiak. Egy 2 perces emberelőnyt 5-0-al hoztak le. Már csak 3-4 tatai gól után érkezett válasz, egyre nőtt a különbség, 29-13, 35-16, és az 55. percben 20 fölé nőtt a különbség, 40-19. Az utolsó 8 percben a vendégek csak egyszer találtak be, míg a hazaiaknál Simon, Bodányi és Kurcsik lőtték a gólokat. A vége simább lett, mint ősszel, ezúttal 47-20-ra nyert a TAC. Gratulálok, a vége nagyon sima lett, de hát az ellenfél is elfáradt. Hát igen, igazából erre készültünk. Ugye most ez egy ilyen speciális meccs volt részünkről, mert majdnem gyakorlatilag csak ifi csapattal álltunk fel, mert amúgy sincs sok felnőtt korú játékosunk, összesen 7 van, de most abból is hiányoztak 4-en, úgyhogy 3-an képviselték a felnőtt csapatot, de nagyon örülök, hogy így a fiatalokkal is ilyen bátran be lehet őket cserélni, megállják a helyüket, úgyhogy igen, egy futós meccs volt, de ezt is terveztük. Nagyon, hogy mondjam, ketté szakadt a felnőtt bajnokság mezőnye. Van 2-3 csapat, aki mondjuk veletek egy szinten van, de a többiek azért valljuk be, hogy kicsit gyengébbek. Nagyon nem foglalkozunk vele, tehát amikor elkezdtünk dolgozni, ugye nem tudtuk, hogy mire számítsunk, mert ez az első évünk ugye itt a megyei bajnokságban, így ezzel a csapattal és velem, mint edzővel. Az volt a cél, hogy próbáljunk egy olyan csapatot futós, hajtós, kombinatív játékba jól teljesítő csapatot összehozni. Most az, hogy a többiek milyenek, hát nyilván azért tudjuk azt mondani, mert mi meg ennyivel jobbak vagyunk náluk, de nagyon sokat dolgoznak azért a lányok, hogy ilyen kondival így bírják a mérkőzéseket, úgyhogy kevés olyan csapat van, aki ennyit bír futni, mint mi. Szerintem magasan, hát ahogy látszik is a lőtt gólokba is, tehát magasan mi vezetjük abba is a bajnokságot, illetve a védekezésünk is szerintem nagyon jól összeállt. Ugye hármasba a Bodányi Reni, a Kurcsik Nóri, illetve a Kőhalmi Zsófi nagyon jól megoldja, és nagyon nagy támaszt ad a többieknek is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most így egy nagyon jó kis csapat, nagyon jót teljesítenek, örömmel játszanak. És hát az ifistáknak se árt, hogyha a felnőttek között edződnek, ráadásul ennek biztos van haszna az ifi meccsen is. Hogyne, persze. Hát azért látszik, hogy nem ijednek meg, tehát bármikor be lehet őket cserélni. Nagy kedve jönnek, szívesen játszanak, ugye együtt is edzünk, tehát igazából a felnőttnek is ugyanaz a játékrendszere, mint amit az ifibe játszunk, úgyhogy szerintem nagyon jó kiegészítik egymást, és azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok nem véletlenül vannak itt. Nagyon jó az edzés munkájuk, nagyon jó a hozzáállásuk, és szeretnének is itt játszani.